kapcsol, hogy kézi irányítás, amikor veszélyessé, kritikussá változik a helyzet, hogy az előző videóban már mondtam, és elmondom, hogy mire gondolok itt, mi az, amire figyelned kell. Ezért üdvözöllek a mai Sikervitaminban, amely segít vállalkozás az fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! Amikor a pilóta a viharba keveredik, kritikus helyzetekbe keveredik, mondjuk egy repülő esetén, vagy mondjuk leszállás, felszállás van, akár egy veszélyesen megközelíthető reptéren, vagy erős oldalszélben, mint most is elég komoly szél van, akkor természetesen kikapcsolja az autópilótát, és kézi irányításra van szükség. És ugyanez igaz vitorlázásnál, ugyanez igaz az autópilótnál, mondjuk elektromos autónál, hogy amikor mész országúton vagy autópályán, akkor tök jó, viszi az autópilóta, megy minden normálisan, kevés veszélyhelyzet van, nem kell annyira odafigyelned. Viszont, hogyha beérsz egy csúcsforgalomba, mondjuk Párizs kellős közepén, ilyen 8-sávos körforgalomba, akkor nyilván nem az autópilóta viszi leginkább az autót, hanem te neked kell. És mi az, amire figyelned kell, mi az, amit meg kell tenned? Veszélyhelyzetet én egy módon definiálnék most a te helyedben, az előző videómra támaszkodva, amikor a profitod elkezd csökkenni. Gyorsan vagy lassan, stabilan csökken, akkor vészhelyzet van. Nem amikor eléri a nullát, nem amikor mínusz vagy, nem amikor már elfogyott a tartalékpénzed, nem. Cselekedni akkor kell, amikor, és onnantól kell kikapcsolni az autópilótát, és kézbe venned, amikor elindul a csökkenés, a profit csökkenés. Figyeld a műszereket, első mondom, hogy a profit, mit tudsz tenni ilyenkor? Egyrészt megnézed, hogy hol csökkent a profitod, mi az oka? Nyilván lesz valami oka. Az egyik lehet az például most teljesen valós és gyakorlati példa ezekben a hónapokban, hogy megnő a költséged. Tehát megnő annyira a költséged, hogy egyszerűen nem tudod kompenzálni plusz bevétellel. Ráadásul lehet a másik irányból is ugyanez, hogy megvalósul, magyarul megnőtt vagy csökkent a forgalmad, mert az ügyfeleidnek nincs elég pénz, hogy nálad elköltsék. Látok sajnos ilyet Mastermindban is, ahol nagykereskedők vagy kereskedők, a végfelhasználói pénzcsökkenés és egyéb okokból kifolyólag, ugye itt a rezsi, ugye jön most a kata megszűnés, egyebek, egyszerűen nincs annyi pénzük már, tehát mind a két oldalról zárulhat az olló. És akkor mit tudsz tenni? Ha ilyen vészhelyzet van, akkor valószínűleg az egyik fontos dolog lesz, hogy minél több dologra figyelj oda, minél több műszert figyelj egyszerre, és minél intenzívebb legyen a figyelmed, tehát minél inkább folyamatosan ott legyen a figyelmed azon, hogy mi történik. És minél hamarabb tudjál reagálni. Tehát, hogy elkezd nőni a költséged, akkor nézd meg, hogyan tudsz költséget csökkenteni. Mondok egy egyszerű példát, ami szintén egy gyakori dolog, mondjuk irodában láttam ezt, mert Mura irodánkból, közös irodánk volt, hogy hát ment a fűtés normálisan. És én fogtam, felszereztem olyan termosztátokat, amelyekhez volt egy vezérlőegység, egy ilyen falra szerető vezérlőegység, és radiátor termosztátok, és egyszerűen beprogramoztam, hogy mikor vagyok ott, és mikor legyen, mikor működjön egyáltalán a fűtés, hétvégén nyilván ne, vagy ha hétvégén bemutatok, akkor kézzel bekapcsoltam, és abszolút levettem 12-15 fokra a fűtést, és mihelyest például, ez egy egyszerű példa, mihelyest például ezt megteszed, akkor és levisszed mondjuk 12, vagy 15, vagy 10 fokra, ami azt jelenti, hogy nem fogja elérni a 10 fokot mondjuk nagy üvegfelületek miatt nálunk akár el is érhette volna, nem érte el a 10 fokot, hanem lement mondjuk 15 fokra, az irodám hőmérsékletek körbe üvegfal volt, tehát ez volt a gyors lehűlésnek az oka Muróban a központban, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a hőkülönbség határozza meg, ezt is jól tudod, hőkülönbség határozza meg a hővesztességnek az arányát vagy értékét, tehát hogyha 15 fok volt, és kint meg csak nem tudom én 0 fok, akkor a kettő közti különbséggel kevesebb hő szökött át az ablakon, mint hogyha bent lett volna mondjuk 20 fok helyett, vagy 22 fok helyett, ülőmunkánál nálam azért kell inkább a 23 fok, 23 fok helyett mondjuk csak leveszem 20-ra. Tehát jelentősen csökken a hőveszteség. Úgyhogy például ezt meg tudod tenni, hogy okosabbá teszed az energiafogyasztást. Lehet, hogy ezt már rég megtetted, és ebben nem tudsz akár módosítani, akkor tedd meg azt például, nyugodtan megteted, ha irodai jellegű a munka, egyre több mastermind tagom teszi azt, hogy mondjuk 2 napot mennek be az irodába, többit nem nagyon fűtenek, és a többit meg home office-ba végzik otthon a munkatársak. Tehát nagyon fontos, hogy kontrollad, gyorsan reagálj. Az például, hogy csökken a forgalmad, azt is jelenes megnézni, hogy hogyan csökken, mi az oka. Egy-egy ügyfél átlag kosárértéke úgymond, vagy az ügyfelenkénti bevételet csökken, vagy egy ügyfél kör esett ki,
Tehát például lehet, hogy a magánügyfeleid kiestek, és azon nagyobb volt a profitod jóval, mint a viszonteladóidon, akkor lehet, hogy drasztikusan esett az árrésed, és a bevételed is persze, de főleg az árrésed és ezáltal a profitod. Tehát keresd meg az okát. Keresd meg az okát, és derítsd, hogy lokálisan tudod-e kezelni, vagy lehet-e valamilyen módon kezelni. Ha nem tudod kezelni, mert nagyon sokszor egy beállt piacon a legnehezebb hirtelen forgalmat elérni, akkor drasztikus lépésekkel sokszor el tudsz érni a költség oldalon. Tehát mondok egy példát, például csináltok karácsonykor egy hosszabb téli szünetet, csak ügyfélszolgálat van, akkor lekapcsoljátok a fűtés szinte teljesen temperásra, 5 fokra, és így tovább. Tehát a költség oldal lesz, amire a legtöbben kevesen figyelnek, de a költség oldal az, amire a legtöbb direkt ráhatásod van a felhasználás oldaláról. Tehát ez volt a profit, a cash flow, ugye? A másik, igen, a cash flow. A cash flow-t is figyeld. Nem elég a profitot figyelni csak, az az elsődleges. Másodlagos a cash flow. A cash flow azt jelenti, hogy át tudsz mondjuk úszni egy, mondjuk itt szemben a mögöttem lévő partra, csak nem biztos, hogy a víz alatt, tehát magyarul nem fogod kibírni egy levegővel. És a cash flow, cash flow probléma, a növekedés az azt jelenti, tehát a pénzforgalom problémája, hogy lehet, hogy szép lassan, egy-két vevőd elkezdi, majd egyre többen lassabban fizetnek. Mivel nekik is cash flow, tehát készpénz gondjuk van. És megnő a számlák kifizetésének a száma, vagyis az ideje. Tehát ebből kifolyólag lehetséges, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy nőtt a forgalmunk, ugye, tök jó, igazából nincsen bedőlt cég az ügyfeleink között, de mégis nincs kassa, a kasszában pénz, és nem tudok mondjuk új árut rendelni. Tehát figyelj oda, hogy mennyire nő meg a cash flow miatt a tartozásuk az ügyfeleknél. Mert tudom, jó emberek vagyunk, de pont amikor a repülő példánál maradt, vagy voltam, vagy említettem, hogy vészhelyzetben le kell csökkenteni a reakcióidődet, ez azt jelenti, hogy a tartozásokra most jobban figyelj oda, és előbb cseszegesd őket. Nem kell ez feltétlenül úgy, hogy befenyített, vagy nem tudom én, valami végrehajtót küldesz rá, vagy valamilyen behajtó céget, nem erre gondolok, kommunikálj vele. Figyelj ide, hívd föl, figyelj ide, nagyon kapcsolatunk régóta, én minden dolgot, ami erőszakkal összefügg, el akarok kerülni, tedd meg egyszerűen, hogy kifizeted most, mai nap a számláid felét, és a maradékot akkor legyen még egy hét. Tehát kövess olyan stratégiát, ahol azonnal pénzt szedsz be. Tehát ne abban fölhívaszod, hát nehézségei vannak, és ott te megértesz, ugye, virtuálisan odaülsz mellé pityeregni, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, jó, hát akkor majd egy hónap múlva újra beszéljünk. Nem, hanem valamennyi fizetést most csikar ki belőle, amit ki tud, megkérdezted, hogy figyelj, akkor nem tudod kifizetni az egész 1 milliós nyitott számlát, mennyit tudtál most azonnal fizetni? Hát, és ilyenkor nem mer az ember túl sokat mondani, mert a másik fél, hát egy 300 000-et. Jó, akkor figyelj, de maradjunk abban, hogy nem lesz késedelmi kamat, de ma, tehát ma utald meg, az nálam meg kell jönni, ezt a 300 000-et, és akkor jövő héten újra beszélünk, vagy maximum 2 hét egy újabb 300 000-et. Ebben úgy tudsz élni? És akkor, ha hirtelen lejön róla a Damoklész kardja, akkor fog egy picit elkezdeni utalni. Tehát ne legyél túl engedékeny, meg túl szigorú se. Kommunikálj, minél többet kommunikálj, és minél inkább soft, tehát finom nyomást helyezel a másikra, annál inkább annak fog fizetni, ahol érzi, hogy már kellemetlen. Nem ahol jobban fenyegetik, ahol kellemetlen. És akkor hát nyilván egy idő után az fog jönni, hogy nem kap árut, amit nem fizette ki legalább a felét, vagy az egész tartozását. Nyilván legyél következetes. Ne feledd el, te nem azért a cégért felelsz, hanem a saját alkalmazottaidért, a saját cégedért, a saját adót befizetéseért, a saját családodért. Tehát legyen mindig az előrébb. Oké? Fontos az, hogy ugye itt a figyeld a műszereket, tehát hogy figyeld először is a profitot, a cash flow-t, a forgalmat, kezd el figyelni a kommunikációdat, tudod növelni a kommunikáció intenzitását. Hírlevelet küldesz, kapcsolatot tartasz ügyfeleiddel, elküldöd az új információt, buzítod rendelésre, nem adsz neki mondjuk ajándék vagy engedmény, de mondjuk adsz két vagy egy adott nagy forgalom mellé, vagy két termékvásárláshoz valami olyan csekély kis plusz dolgot, akár ingyen kiszállítod nekik mondjuk, vagy bármilyen dolgot, ami neked kevesebbe kerül, mint egy komolyabb árengedmény. És figyelj oda, hogy foglalkozol el most, ugye, vészhelyzet van, pilóta vagy, hogy működnek-e jól a listák, magyarul listaépítés, ügyfélkapcsolatépítés, arról a kommunikáció jól működik-e, jó? Tehát kezd el ezeket a műszereket figyelni, tudom, mondom, első a profit, másik a cash flow, ugye? Nehogy véletlenül hirtelen elfogjon a levegőtök, és nem tudsz árut rendelni, vagy nem tudod kifizetni a számlát, és akkor már jön az elmű, meg nem tudom, kicsoda gázszolgáltatók, meg egyebek. Utána jön a forgalom, növeld a forgalmat, utána a kommunikáció, hogy megvan a kommunikáció az ügyfeleiddel, a munkatársaiddal belül,
mi történik, amikor a pilóta elkezd, van vészhelyzet van, egyből beszél a toronnyal, folyamatosan kommunikál a kópilóttal, a hogy mondják magyarul, nem tudom, kópilót, alpilóta, mit tudom én. Szóval elkezd kommunikálni a kópilóttal. Mondja gyorsabban, mondja gyakrabban, menj a magasság, és gyorsabban kezdi, sűrűbben kezdi mondani a magasságot. Addig nem kellett mondani, autópilotán voltak, meg fönn voltak 10 méteren, nem kellett. De süllyedés, ennyi méter, annyi méter, ennyi méter, annyi méter, sebesség, lecsökkent, sebesség túl kevés. Érted? Tehát figyelned kell, nem csak neked, a munkatársaknak is, jó? És ahogy mint mondtam, és ez a legfontosabb a mai tanácsom, hogy vedd le az autópilotáról a cégedet, és növeld a... gyorsabb legyen a reakcióidőd. Gyorsabban és gyakrabban nézd a forgalmadat, vagy a profitodat. Gyorsabban és gyakrabban nézd a cashflow-dat. Milyen bevételek várhatók. Nagyon sok baj egyébként előre kiszámolható. Tehát nagyon sokszor lehet az, hogy nem tudom én, nagyjából tudod, milyen bevételekre számíthatsz, és egyszer csak tudod, hogy fog jönni egy nagyobb számla, vagy kell valami adót fizetni, vagy bármi egyéb. Akkor kezd el előrehozni a bevételeidnek, a tartozásoknak a behajtását. Lehet, hogy most már nem az van, hogy 2 hét múlva szólsz, vagy 1 hónap múlva, hanem a lejárat után 1 nappal szólsz, hogy figyelj, Béla, most egy olyan kritikus időszakot élünk, ahol nem lehet 1 nappal se késni. Tehát kérlek, hogy most legalább a felét utald, de azonnal a mai nap. Oké, tehát gyorsabb legyen a reakcióidőd, sokkal éberebb legyél, és a műszereket figyeld, még egyszer megerősítem, milyen a műszerek, mik a legfontosabb műszerek, mint a repülésnél. A profit egyes számú. Ha nincs ilyen műszered, akkor szereld föl. Rakj össze egy Excel-t, vagy valamit, ahol meg tudod nézni, akár összerakva a meglévő adatokból. Cashflow. Hogyan fogod túlélni a hónap végét, a hónap elejét, meg a következő rendelést, meg a következő adófizetést. Forgalom. Hogyan tudod növelni, ha csökken, akkor hol? Hol van a probléma? Ne általában legyen, hogy 3%-kal csökkent a forgalmunk, mert lehet, hogy adott területen, vagy egy-két ügyfélnél csökkent 50-et, vagy 80-at. És a másiknál meg lehet, hogy picit nőtt is. De az átlag 3 az nem segít, oké? Tehát ne az átlagokat nézd, hanem nézed meg akár csoportonként, divizionként, termékcsoportonként, szolgáltatás, kereskedelem és így tovább. És nagyon fontos a kommunikáció, illetve ez jön a listaépítés, hogy építed és használod a listát, és akkor azt gondolom, hogy ha ilyen nagyon éber vagy, amikor vészhelyzet van, akkor át fogsz tudni jutni ezen a viharon. És majd a következő videóban beszélek arról, hogy ne pánikba esem, hanem készülj fel, ez már egy része volt ennek. Na, hát sok sikert kívánok neked, legyél éber, értsed a cégedet, értsed a működését, értsed, hogy hol van az az átesési pont, mint a repülőnél, akkor úgy lecsökken a sebesség, hogy puty, lezuha, mint egy kő. Mert az átesési pont, ez a kritikus pont, ez utána már nem hozható helyre. Tehát a repülő sem tudja, hogy elkezd zuhanni, akkor már nem tud úgymond sebességet nyerni, darabokra szakad legtöbbször a repülő. Tehát amikor már átlépted ezt az átesési pontot a cégbe, akkor már nincs visszaút sokszor. A cashflow, a tartozások, a költségek elszállása, a bevétel csökkenése már olyan begyűrűzést jelent, hogy sok esetben vége van a dolognak. Ezt kell megmentened, fönn kell tartanod a repülési sebességet, a profitodat, ahhoz, hogy a levegőbe tudjál maradni. Sok sikert kívánok neked, várom a hozzászólásodat, kíváncsiak, mit gondolsz erről, kíváncsiak, hogy nálad mik azok a műszerek, amiket figyelsz, és mi az, amire leginkább szerinted oda kell figyelni. Sok sikert, ciao!